Tavaly minden 8. személysérüléses balesetet kerékpáros okozott. Ők azok, akik a legalapvetőbb közlekedési ismeretekkel sem rendelkeznek. A rendőrség tavasszal rájuk fókuszál. Valamint felkészítjük motorjainkat a tavaszi szezonra, és utána kétkerekűre pattanunk, hogy megtudjuk, milyen veszélyforrások leselkednek rájuk a szezon kezdete előtt. Az elmúlt évben 33 fővel kevesebben vesztették életüket közútjainkon, mint tavaly. Többek között ez derült ki azon a sajtótájékoztatón, ahol dr. Halmosi Zsolt, rendőr-dandártábornok úr ismertette a tavalyi év baleseti statisztika adatait. 2012-ben összesen 15.174 személysérüléses közúti baleset történt, ami 4,1%-kal kevesebb, mint 2011-ben. A kedvező tendencia a halálos, a súlyos és a könnyű sérüléses közlekedési balesetek számában egyaránt kimutatható. Az ittasan okozott személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számában kismértékű növekedés tapasztalható, hiszen a 2011. évi 1645-tel szemben 2012-ben 1695 olyan baleset történt, melynek okozója ittas állapotban volt. Éppen ezért a 2013-as esztendőt az ittas járművezetés visszaszorítása évének nyilvánította a rendőrség, hiszen a szeszes italtól befolyásolt állapotban történő vezetés egyike a létező legnagyobb közúti veszélyforrásoknak. Ezen túlmenően az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a gyalogosokkal és a kerékpárosokkal is többet kíván foglalkozni, hiszen a tapasztalatok és a baleseti mutatók alapján sokat tennivaló ezeken a területeken. Különösen a kerékpárosok helyzete aggasztó, hiszen tavaly átlagosan számítva minden 8. személysérüléses közúti balesetet kerékpáros okozott. Márciustól kezdődően célcsoportunk a kerékpárosok és a gyalogosok lesznek. Természetesen betartva azt a elvét a rendőrségnek, hogy a szankció az egy végső eszköz a kezünkbe, próbáljuk a balesetmegelőzési propaganda tevékenységünkkel felhívni a figyelmüket arra, hogy mennyire veszélyeztettek, javítani a jogszabály ismeretük szintjét, felhívni a többi közlekedő figyelmét arra, hogy egy olyan közlekedő réteggel állnak szembe, akiknek semmilyen védelmük nincs a mi figyelmünkön kívül, ha baleset történik. Általában tragikus vége van, ha kerékpáros és gyalogos a résztvevője ezeknek a baleseteknek. Például ilyen feladat lenne a láthatósági kampányunknak a folytatása, és természetesen azoknak a célcsoportoknak az elérése, akik egyébként közlekedőként nem rendelkeznek vizsgával és nem megfelelő szabályismerettel, ilyenre gondolok, mint például a gyermekek. A gyalogosok és a kerékpárosok jelentős része a legalapvetőbb közlekedési ismeretekkel sem rendelkezik, éppen ezért a kampány célja a jogszabályismeret bővítése és emellett a veszélyekre való felhívás. Soha nem fordult még elő az elmúlt időszakban, hogy a járművezetők és a gyalogosok hasonló nagyságrendben haltak meg közlekedési balesetben. Mindig körülbelül egyharmad vagy egyötöd az, ahol egyébként a kerékpárosok és a többi az a járművezető. Ebben az évben 20 járművezető halt meg és 20 gyalogos halt meg közlekedési balesetben. Egész elképesztő helyzetekkel találkozunk. Gondolok itt elsősorban a gyalogos átkelő helyeken való közlekedésre, ahol persze a gyalogosoknak is meg kell érteniük azt, hogy bizonyos helyzetekben ők a szenvedő alanyai egy ilyen közlekedésnek vagy balesetnek, de a járművezetőknek is oda kellene figyelni azokra az alapvető szabályokra, amelyekkel ezek a balesetek megelőzhetőek lennének. Aki csak teheti, amint kisüt a nap, előtolja a pince mélyéről, a garázs hátsó sarkából a motorkerékpárt. Az első tavaszi indítás élménye azonban függ attól is, miként gondoskodtak tulajdonosaik a motorjaik téli tárolásáról. Tehát elindulás előtt nagyon fontos guminyomást ellenőrizni, hogy a hosszú téli járásban lehet, hogy veszített a nyomásból, ugye a hőmérséklet is megváltozott, nagyon fontos a guminyomást, hogy mindig hidegen ellenőrizzük, és a megfelelő gyári értékre állítsuk be. Aztán érdemes megnézni, hogy beindul-e a motorunk, tehát az akkumulátorban van-e megfelelő mennyiségű áram, ha esetleg nem, akkor ülést levenni, szépen felrakni az akkumulátor töltőre. Ha ennek ellenére sem marad benne annyi áram, akkor még az is előfordulhat, hogy cserélni kell benne az akkumulátort. Aztán, ami még ellenőrizendő, ilyenkor ugye szokásos dolgok, olajszint, hogy meglegyen a megfelelő olajnyomás. Itt nagyon fontos tudni azt, hogy sokan tudják azt, hogy milyen kilométer intervallumba kell cserélni az olajat. Tehát ez a
10-15 ezer kilométer általában motorkerékpároknál van, amelyiknél kevesebb, van, amelyiknél több, viszont mindig van egy apróbetűs rész, vagy évente. És az autóknál is igaz, hogy az ember abban az évben nem ment annyi kilométert, akkor is le kell cserélni az olajat. Érdemes ugye bekenni a láncot elindulás előtt, hogy egy pár nappal, hogyha lehet, tehát hogyha tudjuk, hogy van, motorozni fogunk, akkor előtte már befújni a láncsprét, hogy legyen ideje rajta megszáradni. Aztán, amit még meg kell nézni a motoron, ugye gumiknál is, hogy meglegyen a megfelelő minta mélység. Tehát ne csak a nyomás legyen meg benne, hanem a gumi mintának a mélység is meglegyen. Tehát vannak rajta ezek a mélységjelzők, itt lehet látni azt, hogy mennyi hasznos gumifelületünk van még. Aztán ugye elektromos berendezéseink, amire oda kell figyelni, ugye ez kötelező, Crest is előírja, hogy ugye mindenféle világító berendezés működjön a motorunkon, tehát akár az irányjelzőről, hogyha beszélünk, annak az izzói, kapcsolói, biztosítéka és stb. Minden rendben legyen, tehát minden világító berendezésünk működjön, beszélhetek itt akár mondjuk a féklámpáról is. És ugye a motoroknál nagyon fontos tudni, hogy nem úgy, mint az autón, hogy van egy pedál, hanem itt kettő van, és mind a két pedálra reagálnia kell a féklámpának. Tehát mind a kettőnek külön kapcsolója van, hogy az ember bármelyiket használja, mind a kettőnél világítani kell. Ha már itt a Crestnél és a világító berendezéseknél tartunk, ugye nagyon fontos rendszám, és a rendszám világítás, hogy az látható és működőképes legyen, tehát ez külön kitétel most már a Crestben, a motorosoknál is, hogy láthatónak kell lenni, a rendszámnak és a világításának működnie kell. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a motorozáshoz szükség van biztonsági ruházatra, ahogy bukósisakra is. A különbség az, hogy a sisak kötelező, a védőruha pedig csak ajánlott. Ne induljunk el úgy, hogy nincsen rajtam csak mondjuk egy kabát, meg egy magas szárú tornacipő, mert ha az ember elesik, akkor minden védőfelszerelésünkre szükségünk lesz. Tehát bukósisak, ugye ez még kötelező is, protektoros jacky, megfelelően protektorozott kesztyűk, ugye ilyen időszakban, amikor ilyen hidegebb van, még az is kell, hogy bélelt legyen, tehát ne csak egy ilyen kis vékony kesztyűbe. Az embernek fázik a keze, nem tud kuplungolni, nem tud irányítani a motorodat. Ugye protektoros nadrág, valamint motoros cipő, bakancs legyen az ember lábán, ahhoz, hogy ebben az időszakban, és hogyha véletlenül esetleg úgy alakul a dolog, hogy találkozunk az aszfalttal, ez nagyon sokban tudja csökkenteni a baleset eredményét. És hogyha leellenőriztük a motorunkat, akkor menjünk ki és vigyük ki egy próbakörre, próbáljuk, hogy minden működik-e rajta a nagyobb túrák előtt. No, tehát akkor először egy kis próba, hogy ilyenkor érdemes kipróbálni a fékeket, kipróbáljuk elsőt, hátsót, hogy van-e valami hatás annak, akkor, hogyha az ember ugye meghúzza, rálép, érezzük a féknek a hatását. Egy kicsit azért megfigyeljük a motornak a viselkedését, hogy minden úgy menjen, ahogy ez elvárható egy motorkerékpártól. Aztán ugye közben már is jönnek a tavasz első problémáit előttük, a különböző felfagyások és út viszonyok, a kátyú, hogy ilyenkor még nem csinálják rögtön az utakat, hanem ugye megvárják egy picit a jobb időt az utak felújításánál. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy a járművek között megfelelő követési távolság legyen, hogy ne menjünk rá nagyon például az előttünk menő autóra, mert akkor nem látom a kátyút, tehát nem fogom azt tudni megtenni, hogy az autó alól előkerül egy kátyú, lehet, hogy az autó az át is megy azon a kátyút, de lehet, hogy én már ezt nem fogom tudni kikerülni, tehát ilyenkor egy picit nagyobb követési távolságot hagyunk, hogy ezeket a út egyenletlenséget ki tudjuk kerülni, lehet látni, hogy itt is kerülgettem jótól balról a csatorna fedőket, hol itt van beszakadva, hol ott van beszakadva, tehát rengeteg ilyen akadály van, jóformán ez egy ilyen szlalom útnak is lehetne nevezni ezt a szakaszt. Van most körülbelül olyan 0 plusz 2 fok környékén lehet kb. És hát ugye éjszaka fagyott, az aszfalt épp, hogy talán 0 fok környéki lehet, vagy talán egy picivel melegebb. És hát ugye ilyenkor nincs tapadás. Tehát a nyári tapadásunkat, amit megszoktunk, amikor általában motorozunk, azt nagyon nagyban lerontják ezek a tényezők, és hát körülbelül a sebességünket is felére kell csökkenteni ilyen időszakban az átlaghoz képest, tehát ahol mondjuk lehet menni mondjuk 50-nel, 60-nal, ott néha 30-40-nel megy az ember, mert tudjuk, hogyha hirtelen fékezni kell, akkor ez a csúszós utakon problémát tud okozni. Ugye ez a fehér aszfalt, amin megyünk, ez olyan jó kis csúszós út. Ez a jó nyálkás, most csöpörög is egy kicsit. Ugye jön egy éles váltás, itt meg a friss aszfalt alattunk. Mert pillanatonként tud változni a tapadási viszony, középen benne egy kis fehér csík. Ezek ilyen tökéletes motoros akadálypályák itt a környéken.
hogy akármerre nézek, mindenhol különböző színű aszfalt, még az út két fele is különböző színű. Az egyik oldal egy régebbi, a másik oldal egy frissebb aszfaltozás. A körforgalom nagyon fontos odafigyelni, hogy azokban a körforgalomban, ami általában egy bejáratot, kijáratot használnak, és ebből van több is, a közepén, hogyha itt látszik itt például itt az Y találkozásnál, föl van hordva, szépen hogokkal, földdel, és hát hogyha az ember megy teljes kört mondjuk a körforgalomba, akkor kell számítani arra, hogy helyenként sóderrel, homokkal találkozhat. De van sok olyan körforgalom, amely kijáratában, bejáratában összegyűlik a homok a porrakhoz. Ott a motorosnál kifelé vagy befelé a körforgalomban nagyon figyelni kell, mert elég könnyen táncolhat a motor hátulja. Ákos segítségével csupán néhány tudnivalóra hívtuk fel a figyelmet. Ám az minden esetre kiderült, hogy újra össze kell szokni a motorral, illetve meg kell tapasztalni a megváltozott útviszonyokat. Éppen ezért először válasszunk egy rövidebb távot. Nem kell hosszú túrázással indítani a szezont, arra úgyis lesz még alkalom. Addigra a körülöttünk közlekedők is hozzászoknak a fürgében sokszor védtelenebb motorosokhoz. A műsor támogatója a Hertz International. Biztonság négy keréken, külföldön is. A műsort a Porsche Hungária Go Service programja támogatja. A műsor támogatója a Bridgestone Magyarország Kft.